Petőfi Sándortól tudjuk, a szabadság fontosabb, mint az élet. Ez volt a központi mondani valója a Bozsik iskola diákjai által előadott zenés-prózai műsornak, mellyel március 14-én kezdetét vette a Szőnyi megemlékezés. A jobbnak asztalán állottak. Vannak vezetői. Nincs szabadság Petőfi nélkül. Ő égette szívünkbe, hogy több a szabadság, mint az élet. Ez a legszebb népi jog. Ő írta, vívta, tollal, karddal, s rátette ifjú életét. Szabadságunk örök okmányán Petőfi szívja a pecsét. Tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült. Nem halsz államként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, aki megteremtvén a világot. Embert, a félig Isten, félig állatot. Elborzadott az ordomű felett, és bánatában őszlet és öreg. Ha márciusnak idusán vallásomat kérdeznél valaki, azt válaszolnám nyíltan, igazán, az én vallásom a hazám. Ki nemzetem javára él, ki munkában versenyre kér, ki érte áldoz szüntelen, az egy vallásom van velem. Vallásom az, hogy én is ott legyek azok között, kik érte küzdenek, s mind megtegyem egészen a halálig, ami hazám dicsőségére válik. Nézz az égre, száll egy madár, messze érhet, ki jövőbe lát. Amit érzel, szíved kíván, ez az ország a te hazád. Az ünnepség a Hősök terén folytatódott, ahol Takács József képviselő mondott beszédet. Március 15-e jelképpé vált. Nemzetünk szabadság szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Ezt a vágyát a magyar ember elszántan őrzi, de kénytelen tovább küzdeni megtartásáért, mert folyamatosan emlékeztetnek rá jóakarúink, hogy a szabadság mulandó. Ennek a jelenben is tanúi vagyunk, hiszen a mai napig tapasztaljuk, hogy hol erőszakos, hol pedig sunyi alattomos módon próbálnak minket, magyarokat, számunkra idegen és elfogadhatatlan szabályok közé szorítani úgy, hogy a szabályok megalkotói sem képesek azokat betartani. Nem megy ez a kényszer soha zökkenőmentesen, amíg többségében magyar érzelmű ember él a hazában, és nem is fog. Főként úgy, hogy a szabályok egy részét nélkülünk, és ellenünk akarják meghozni. Nekünk kötelességünk elődeink vívmányait továbbvinni, figyelembe véve a mai világ kihívásait, de szem előtt tartva népünk boldogulását. A képviselő kiemelte, március 15-e szembesít bennünket azzal, hogyan is állunk a szabadsággal. Rengeteg tanulságot hordoznak számunkra az 1848-49-es események, de vajon le tudjuk-e vonni a megfelelő következtetéseket? Újra és újra belesodródunk a háborúkba, ahol ismételten elveszítjük bátor katonáinkat. Harcaink végtelennek tűnnek, mert ahogy megvívunk egy csatát, ott a következő. Most is hadban állunk. Érezzük ezt szinte mindannyian.
Most már televízión keresztül nézhetjük, ahogy az ország vezetése vívja gigászi csatáját értünk magyarokért az európai arénában. Most is sokan vannak azok, akik nem nézik jó szemmel az önállóság szabadsága utáni vágyunkat. Talán most okultunk az elődeink habitusából eredő hibákból. Csatáinkat ma már észérvekkel próbáljuk győzelemre vinni. Ehhez több kitartásra és nagyobb felkészültségre van szükség. Ma a legfőbb csatáink helyszíne az Európai Parlament. Itt sem kímélik a magyart. A tét viszont most is óriási. Nem engedhetjük, hogy országunk és népünk sorsa felett más országok vezetői döntsenek. Megszokták, hogy helyettünk és nélkülünk is dönthetnek rólunk. Taktikát kell váltanunk. Ma nem karddal, puskával vagy ágyúval kell megvívnunk csatáinkat, hanem ahogy a mondás tartja, mindenkit a saját fegyverével lehet legyőzni. Nekünk mégsem kell legyőznünk senkit. Egyszerűen szembesíteni kell ellenfeleinket saját hibáival, és rájuk kell ezt olvasni minden alkalommal. Határozottan, kitartóan és keményen. És ha tesszük a dolgunkat szorgalmasan, tisztességesen, szépen fokozatosan, lépésről lépésre haladunk elődeink kitaposott ösvényén, tanulva, okulva a szörnyű és rengeteg áldozattal járó tragédiákból, akkor mi is ki fogjuk vívni a tiszteletet és megbecsülést a világban. Az ünnepi beszédet követően a László testvérek énekeltek. Van egy ország, ahol álmomban jártam. Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. Az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség voltál. Én ezt az arcot már őzöm, Magyarország, hiszek az álmodban egy életen át. A megemlékezés koszorúzással ért véget. Magyarország, te vagy a szívembe írva. Magyarország, te vagy a lelkemre bízva. Magyarország, hát te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segíts. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság. Csak az életem bízom rád.